termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Deák Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Most mi van, örülünk Vincent, vagy mi van a Budapest értéktőzsdével? Nem Vincent, Bálint! Ja, bocsánat. Igazából olyan nagy mozgást egyelőre nem látunk, iránykereséssel indul a reggel itt a budapesti értéktőzsdén, most 1%-os csökkenésben van a Bux Index, 51.260 ponton áll, ezzel egy picit alul is teljesíti egyébként az európai indexeket, mert azért mindenhol fél és 1% közötti plusz látunk, itthon azért még nem ennyire jó hangulat, de hát gyakorlatilag ugye azért a kereskedés még csak az OTP bank részvényével történt, hiszen a forgalomnak most a 88%-át egyelőre ő adta. 2,1%-os mínuszban kezdi a bankpapírunk egyébként a napot, 17.100. Hát azt gondoltam volna, hogy vissza tud jönni valamennyire a Budapest értéktős, de bár ugye nem volt jó a hangulat Ázsiában sem, de az amerikaiak jól megtréfáltak mindenkit tegnap. Igen, és az is érdekes, mert egyébként Európában kitartott a jó hangulat, és azokban a szektorokban is, ahol tehát akár a bankszektort, akár a gyógyszeripart nézem, egészen szép pluszok vannak, még egyébként a budapesti értéktős, de az nem tud egyébként valamiért visszakapaszkodni. Most egy picit úgy látszik, hogy a régiós eszközöket itt a növekvő kockázatok miatt nem vásárolták olyan mértékben vissza a befektetőket. Hát meglátjuk, hiszen azért ugye ma MNB kamatdöntő is, meg holnap Fed is lesz. Fog ez valami változást hozni egyébként nem csak a globális részvénypiaci, hanem egyébként a régiós hangulatokban is. Igen, hát nyilvánvalóan egyébként ez a kamatdöntő ülések, főleg a Fed az, ami az iránykeresést alátámasztja. Így van, pontosan. Látszik is egyébként, hogy kivárnak a befektetők, illetve hát valószínűleg a nagyobb esés is sokszor annak volt köszönhető, hogy a Fed előtt próbáltak sokan pozíciótól szabadulni. Meglátjuk egyébként, hogy még a ma meg a holnapi kereskedés hogyan fog alakulni a kamatdöntés előtt. Oké, forint? Forint egyébként, ahogy említettem, egy picit a régiós eszközöket ugye kiáraszták, egy pici gyengüléssel kezdi a napot, 1 euróért jelenleg 361 forint 60 fillért, míg 1 dollárért 320 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon. Egyébként látszik is, hogy a dollár erősödik igazából a főbb devizákkal szemben, 1.13 most az eurodollár, és hát ugye a többi régiós deviza is gyengélkedik, főleg a lengyel zlotyi, még a forintot is alul teljesíti, ugye most az euró zlotyi keret 4.58, ez közel 1%-os gyengülésnek felel meg az elmúlt két napban, és a cseh korona is a történet 10 éves csúcsa után azért némi gyengülést tud mutatni, és egy abszolút régiós kiárazást látunk most a devizapiacon is. Oké, köszönjük szépen, Dávid, jó kereskedés nektek! Köszönöm, szép napot, sziasztok! Deák Dávid üzletkötővel beszéltük át a budapesti értéktőzsde nyitása után kialakult helyzetet. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.